אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, כרך י"ב, בעמוד 4. A Zohar mindenkinek könyvből olvasunk, mondják a srácok. Kiválasztott részeket az imáról, tehát a kérdéseket föltenek a Kabala TV-n keresztül, tehát még egyszer az imáról olvasunk, részleteket Zohar mindenkinek, az imáról szóló részletek vannak itt külön kigyűjtve. Az ima egész Izraelért. Mondták a 183-as pont. Az ima, amit imádkozunk, az a szentség általi korrekcióért szól, és hogy a bölcség abban a mértékben fog megjelenni, amennyien mértékben nekünk hiányunk van erre, és ezért az összes kérésünket csak közösségi formában tudjuk megtenni, azaz vigyél minket vissza együtt, Uram, a törvényeid alá, és ez azt jelenti, hogy az imának egész Izrael nevében és száján kell elhangzani, mert a szentség az egész Izrael teljességében létezik, és ami hiányzik, az egész Izraelből hiányzik. És ebből kifolyólag, amikor mi imádkozunk, akkor Izrael teljességére kell imádkoznunk, a szentséghez kell imádkoznunk, mivel ez a kettő ugyanaz. És ilyen módon az ima előtt nekünk keresnünk kell a hiányt a szentségben, tudva, hogy mire van szükségünk, és mi tölti őt ki. Ez világos, mondja Rav, hogy miért kell imádkoznunk, hogy a felső fény egy cselekedet csinál, összekapcsol mindent, mondja Rav, minden törött element, részt, és kitölti. Ez így működik. Tehát ez a korrekciónak a cselekedete, és ez a kitöltésnek is ez a cselekedete, mondja Rav. Oké? Tehát ez így működik. Nincs egy többről szó. Tehát a... Tehát ez az, amikor össze kell kapcsolva lennünk. Nyilván itt megjelenik egyfajta szándék, ami a megszerzések az adakozás érdekében. De figyeljetek, mondja Rav, figyeljetek, hogy miről beszélünk pontosan. És akkor az imánk az is a szándéknak egy irányuljon. Tehát, hogy képes legyek megszerezni az adakozás érdekében. Ez az igazi ima. Ez pedig a kapcsolatból derül csak ki, semmi másból. Tehát mindannyian egyek vagyunk mindenféle elválasztás nélkül. És tudnunk kell, hogy az Elohim vagy a Havaja az egy elválasztás nélkül. A Havaja, tehát a Yud-Hei Vav-Hei az az Elohim, és amikor az ember tudja, hogy ezek mind egyek, és nincs semmilyen elválasztás, akkor még a világ másik fele is ismeri ez. És ez azért van így, mert ha az ember növeli az imának az elejét, hogy felemelkedjen az onhoz, hogy egyesítse ezt az Abave ima előtt, olyanak lennie kell, akkor nem, a szitra nem tudja megragadni a bőséget és elszívni, hanem ez azt fogja okozni, hogy a szitra akra többé nem uralkodhat majd a világ felett. Ugye a szitra akra az a másik oldal a gonoszság. Még egyszer olvassuk. Tehát minden egy elválasztás nélkül, 2.11. Mégis tudnunk kell, hogy Elohim az a Havaja, és ők egyek elválasztás nélkül. A Havaja pedig az Elohim, az Úr, és az Úr az ő Istenünk. És amikor az ember tudja, hogy ezek mind egyek, elválasztás nélkül, akkor még a világ másik fele is tudni fogja ezt, hogy mondja magára. És ez azért, mert az ember növeli a man emelését, az ima emelését, hogy felemelje a zónhoz, és ezt egyesítse az abba, hogy ma előtt, olyanak lennie kell, akkor nem csak, hogy a szitra akra nem tudja megragadni a felső bőséget, hanem azt is fogja okozni, a szitra akra el tudjon mozdulni, el tudják mozdítani a szitra akrát, hogy ne uralkodjon többé a világ felett. Az ima felemelése 95-ös pont.
Mindezek a fények és táborok, amelyek az ima közben emelkednek föl, a teljes kapcsolat, az teljes egészében összefonódik minden egybe, egészen addig, amíg a szellemisége a felső palotához nem felel meg, és akkor ők és a palota egyek lesznek, és ezek mind belépnek a középső oszlopa alatt a palotába, felemelkednek, bele lesznek foglaltatva a negyedik palota szellemiségébe, és boldog az, aki ismeri a mesterének a titkait, és képes lesz az áldásához felemelkedni, ahol lennie kell, ahhoz, hogy be tudjon lépni a palotába. Olvassunk el mindent még egyszer, kérdezi Janiv, hogy név. Nem. Tehát 20-as. Az igaz, aki mája. És Rebeka, az ő felesége, azt mondta, hogy a rendszer szempontjából ő érdemtelen volt arra, hogy a rendszert megértse, és akkor 21-es pont. Tehát, és addig nem fogant meg Rebeka, amíg a teremtő nem engedte meg az igazaknak az imáját. És ezért meg kell fogalmazni az ő igényüket, és mi az oka ennek, hogy a teljességnek az ereje meg kell, hogy nőjön, és fel kell emelkedni az igazak imájának, hogy az igazak kinyissák az utat mindazoknak, akik oda kapcsolnak az igaz imához, és hogy képesek legyenek innentől hálásak lenni azért, amit kapnak a teremtőtől. Mi az imának a szándéka, a 119-es? Hogyha a teremtő a szívét az ember felé fordítja, akkor összegyűjti ezeket egy szellemiségben, és minden lélegzetüket a teremtőnek lesznek képesek szegezni. És ezért a gondolataik által kiterjesztik a cselekedetek erejét, és ilyen módon megtesznek mindent, amire szükség van ahhoz, hogy feltudják emelni az igazi imát, azaz, hogy a vágyaikat megfelelő módon tudják irányozni. Tehát mi a szimának az iránya? Tehát, hogy a teremtő szíve az ember felé mutat, az azt jelenti, hogy ő összegyűjti őket egy szellemiségben, és az ember lélegzetét egy felé irányítja, a teremtő felé, és ilyen módon minden gondolatot megfelelő módon úgy irányoznak, hogy ez kiterjeszti a cselekedeteket, azaz meg tudjon adni az ember mindent, amire szüksége van. És ezért mondjuk azt, hogy az összes ima és vágy és gondolat egyetlen irányba mutat, és ez alapján az a munka, ami a teremtő felé irányul, az a cselekedetnek egy összefogásot adja. A sokaság imája. A sokaság imája felemelkedik a teremtő előtt, és a teremtő megkoronázza önmagát ezzel az imával, mivel ez felemelik, többfajta módon emelkedhet fel, és ez azért van így, mert az ember először a haszadimot kér, egy más ítéletet, a harmadik pedig kegyelmet, és ez tartalmaz különböző oldalakat, jobb oldal, bal vonat és középső vonat, és mind azért van, mert a haszadim az a jobb oldal emelkedik föl, a gúrák az ítéletek a bal vonalról, az ítéletek pedig a középső vonalon. És mivel ezek különböző utakat és módokat tartalmaznak minden oldalról, így kornává válnak az igazak fején. És amikor valaki örökké él, az a jeszót, amely a megváltás tartalmazza a nukvának, és a nukván keresztül pedig a teljes emberiségnek. Az embernek az imája azonban nem tud körülölni minden oldalról, csak egy oldalról, vagy haszadimot kérünk, vagy gúrát, vagy rahamimot, és ezért az ima az nem emelkedhet fel a sokaság irányába, hanem sokkal inkább az egyedi irány, hanem csak a sokaság felől, ez mind a három vonalat tartalmazza, ugyanúgy, mint a sokaság imája. Még egyszer, sokaság imája, 45-ös pont. A sokaság imája felemelkedik a teremtőhöz, a teremtő pedig megkoronázza magát ezzel az imával,
amely különböző módokon emelkedhet föl. Ez azért van így, mert az egyik haszadimot kér, a másik gúrát, a harmadik rahamimot. És ez különböző oldalakat tartalmaz, a jobb oldalt, bal oldalt és a középső oldalat, és az azért van így, mert a haszadim az a bal oldalon emelkedik föl, a gúra az ítélet a bal oldalon, a rahamim, a kegyelmek pedig a középső oldalon. És mivel ezek különböző oldalakat és módokat tartalmaznak, koronává válnak az igazak fején. És aki örökké él, az a Yesodban él, amely tartalmazza az összes megváltását a Nukvának, és a Nukván keresztül pedig a nagy közönség felé is. És így meg a Yesod, és ez tartalmazza az összes megváltását a Nukvának. Most ezt végezzel olvastuk. És onnantól pedig az emberiségnek. És az ember imája az nem építhető föl minden oldalról, hanem csak egy oldalú lehet, vagy haszadimot kér, vagy gúrát, vagy rahamimot, és ezért ez az ima nem tud a sokaság imájával versenyre kelni, azaz nem tartalmazhatja mind a három vonalat úgy, mint a sokaság imája. Ez világos, mondja rá. Na, Júda. Mit jelent az, hogy az összes gúrát és haszadimot tartalmazza az ima? Itt azt mondja, hogy mindenkinek, minden imának megvan a maga formája, tehát az ember csak így tud eljutni az ima teljességébe, tehát, hogy teljes edényt kell építenie, tehát habat hagat nehi, tehát minden szfirát magába kell tartalmazon, tehát Ibur, Janika, Mohin, tehát mind a három vonal megjelenik, és így lesz teljes az edény. És ezért ez nem három volt ki egyetlen embertől, hát minimum három ember kell a három vonal miatt, magyarok. Másfelől pedig látnunk kell, hogy a sokaság az minimum két ember, tehát itt van valami dolog, ami nem világos, most kettőn kellünk, vagy hármon? Vagy tizen? Mit akar ezzel mondani? Tehát világos kell, hogy legyen, hogy egy ember nem tud imát aktiválni. Mégpedig azért, mert hiánya van abban, hogy érez a tíz szfírát. Akkor hol van itt a teljesség? Hát ha van a hesed, a din és a nagyon, de hát ezt még kell kérni. Hát az ember magának kéri ezt, mondja Rav, de hiszen az ember nem tud tíz szfirát kérni, hiszen nem tud beleintegrálódni. Hát nézzetek meg, hogy mit ír itt, hát mondja. Tehát amikor az egyén imája, az nem tekintető úgy, hogy minden oldalról meg tud jelenni, csak egyfajta módon tud megfogalmazódni az egyének az imája. Miért tudsz te imádkozni? Vagy haszadimot kérsz, vagy gúrát kérsz, egyet a háromból. És ezért az ima, az csak úgy emelkedhet föl, hogy valóban a sokaság imáját tud megragadni. Nyilván is belefoglaltatom, mint a három oldal. Ezért nincs teljes hiányod. És ezért nincs teljes hiányod, így van elrendezve, akkor nem tudsz teljes imát emelni. De nyilván ezt felülről rendezték így el, hogy a kapcsolat köztek ilyen módon működjön, nők és férfiak között. Tehát, hogy valóban integrálva legyetek egymásba, és így építsetek föl egy kölcsönös edény. Az edény, mondja rá, az teljes voltám, belépett a fény. Mit jelent az, hogy eltörte? Az, hogy az edény hiánya volt a szándékban. A fény
az adakozást adta meg, ezért a szándéknak, az adakozás rendőr meg kell jelennie, és amikor az edénybe beáramlik a fény és eltört, akkor mi történik? Megjelenik ez egy ellentétes formában. Tehát nem is az edény, hanem a szándék az, amit helyesen kell elrendezni, és minden szándék nyilván vannak, tehát a szándékoknak lehet egoista irányultsága, és kapnak arási, vagy adományozásra való irányultsága. Ezért minden egyes egoista szándékot adakozásra kell fordítani, mert a szándék megváltoztatható, a vágy nem. Tehát ez, amit tennünk kell. Tehát a szándékokkal, a szándék a szűrő tulajdonképpen, amiről beszél a tízféle tanulmánya, tehát nekünk a szándékokban kell élni. Mégpedig a csoporton keresztül, a világon belül a teremtőért. Nincs többről szó. Tehát a vágya nincs mit kezdenünk, mert ez a teremtés alapanyaga. A szándékkal tudunk valamit kezdeni, amit arra tudunk felhasználni, hogy adakozzunk, és ezért nekünk nyilván kell az, hogy a szándék megváltozzon, hogy érezzük, hogy mennyire rossz a mi szándékunk, és hogy vágyunk arra, hogy megváltozzon. A reformáló fény dolgozik majd ezen, hogy a szándékunkat megváltoztassa az önzésből a másokért való irányuló szándékban leesül. Na, következő. A szegények imája. A szegények imája az mindig válaszra kerül a teremtő által, bármilyen imát megelőzően. A szegények imája, amely azt jelenti, hogy senki nem kér magának, 65-ös pont, és minden ember ima egy ima, azonban a szegények imája az az ima, amely megérkezik a teremtő elé, amely feltöri a kapukat és a bejáratokat, és megáll a teremtő előtt. És a szegények és a tiszták azok kérhetnek a teremtőtől. Ők azok, akiknek a követelés el lesz bírálva a teremtő által. Ez érdekes, mondja, mert az igazak imája, 66-os pont. Az igazak imája az az Izrael gyülekezetének az öröme, a Nukvának az öröme, amely meg lesz koronázva, amely a megkoronázott ima a teremtő által, és ez az oka annak, hogy ez a legjobban szeretett ima a teremtő által, és ebből, mert ez a szegények imája is, és ebből kifolyólag a teremtő vágyik arra, hogy az igazak imája a szegények imája is legyen, tehát nyilván ezeknek kell tudni imádkozni az ő mesterük fele. Rav, a szegény nyilván áldott a teremtő által, ahogy írva van, mert itt a szegény nem jelen pénzügyileg szegény embert jelent, hogy nem akar a teremtőtől kapni semmit, és az igazak az pedig azt igazolja, hogy a szegénység az nem is ítélet, hanem kegyelem. Következő. Tehát semmi nincs, amit a teremtő jobban szeretne, mint az igaza kimáját, még hogyha az ő vágya is, még akkor is, hogyha egy időben megteszi azt, amit kérnek, meg van amikor idők, amikor nem teszi meg. Akkor is az ő imájukat szereti a legjobban. 2-4, amikor az embernek szüksége van elsőre, Rabbi Elazar azt mondja, hogy kérjük az esőt, de nem jön meg az eső. És felemeljük az imát, de mégsem jön az eső. Rakival jön, és azt mondja, hogy imádkozzatok, és azt mondja, hogy a szél fújása
az kemény, és ezért ez elfújta a szelet. Aztán Elabezálá pedig azt mondja, hogy kevés volt a szívünk. Rabbi, akivel ránézett az arcára, és azt mondta, hogy az értelmünk bűnösségeket nem tudunk rendesen kérni. 255. Rakiba, akivel megállt az emberek előtt, és azt mondta. Mondok nektek egy hasonlatot. Mihez hasonló ez? Rabbi Elazar hasonló ahhoz, aki szeretett a király által, akit a király jobban szeretett bárkinál, és amikor megérkezett királyhoz, és üdvözölve van, nem akarja, hogy ez gyorsan üdvözöljék őt, és azért, mert az ő üdvözlete az, hogy beszélnek hozzá. Én azonban olyan vagyok, mint a király szolgája, aki egy kérdést terjeszt belé, és a király pedig nem akar belépni a palotába, hogy sokkal kevesebb ember szólítsa őt meg. És a király azt mondja, hogy teljesítsétek be ezt a kérdését azonnal. Rabbi Elazar pedig a király által szeretett lény, és én pedig egy szolga vagyok. A király minden nap akart vele beszélni, és az én számomra a király nem kérte, hogy lépek be a palotába, hogy végrehajtsa az én kérésemet azonnal, és ezért Rabbi Elazar kérése lett végrehajtva. Ez jó hangzik, nem? Hát ez a Tórának a titkai, amiről itt szó van. De akkor kérdezzetek. Oké, a szegények imáról szeretnék kérdezni valamit. Tehát ez kitárja a kapukat. Az azt mondja, hogy most nem hallottam, sőt, kiesett az internet. Tehát én... Tehát nem tudom megadni neked, amit kértél, mert ha én megadnám neked, amit kértél, akkor te elmennél, mert nem akarom, hogy elmenj, ezért nem adom meg neked. Ugye erről szól az, amiről a teremtő beszéltem az allegóriában. Tehát te kérsz, én megadnám neked, akkor te elhagynál engem. Ezért nem adom meg, hogy kapcsolatot tudjunk maradni. Igen, te átá. Gem lecha magia. No? Tehát ezt kell nektek is megérteni, hogy működik ez. Egy kérdés, mondja Kökösát. Tehát a teremtő ad nekem ítéletet, mindent meg a... Tehát én elhiszem, hogy nekem minden örömben akar adni. A kérdésem akkor az... Tehát én hiszek abban, hogy az ember zenei hallás nélkül született, és mégis énekessé válik. Tehát kell egy hatalmas erős vágy ahhoz, hogy valami, legalább valami kicsit tudjunk adakozni valakinek. Ez a szívelévő pont, amire te gondolsz. Tehát csak a szívelévő pont az, ami föl tud ébreszteni beled egy új vágyat, és és ennek, amikor aktiválódik a szívelévő pont, akkor kezdődik a te részvételed az egész munkában. Tehát nézzétek meg, hogy mit csinál egy gyerek, tanul építeni az iskolában, a többiekkel, és megnéztek, hogy az egész világ gyakorlatilag azon dolgozik, hogy befolyásolja már a gyerekeket és az új generációt. Tehát amikor az új generáció megjelenik, akkor már ezt a befolyást megkapja. Tehát az állatoknál ez még jobban így van, tehát az állatoknál az előző generációtól tanulnak a fiatal generáció tagjai. És ilyen szempontból nyilván a nőknek a szerepe más, a gyerekek tanításában, de ez így van elrendezve. Én értem, amit mond, de akkor mit kell tennem? Tehát mindenkinek ebben ezen belül kell megtalálni
a munkát és az előadást. Tehát vannak emberek, akik megkapják a szabad akaratot, hogy részt, a szabad akarat erejét, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban, a fejlődésnek ebben a folyamatában, és az embereknek tisztáznia kell, hogy nyilván a szabályoknak megfelelően Rabbi Akiva, Mózes és a többiek, ezek mind maguk hajtották végre, amit végrehajtottak a saját erejükből. Tehát ott nem volt nagy meg kicsit, mindenki végre tudja hajtani. Tehát ez egy kerek forma, bárki elérhet bármit. Oké, mondja a srác. De nyilván akkor az én vágyom szintén megfelelően tud engem ez irányozni. Tehát különben azonnal elutasít az teremtő engem, mert nincs szüksége rám. Tehát, és akkor lehet, hogy nekem ülnöm kéne a szobában egy könyvvel, és nem csinál semmit. Annak az igénynek megfelelően, ami felébred benne, tudod, kell megtalálnod a hiány, hogy elgyere ide. És amikor ez a hiány felébred benned, hogy kigyere a saját helyedről, még ha szakad az eső, is eljössz. Miért? Mert benned megjön a hiány, és érezni akarod, hogy eljössz ide, ha van egy ilyen hiányod. Danny fog kérdezni, szerintem a zenész fiú. Így van. Tehát az ön a tanács az, hogy a szívre figyeljünk, és én például hallgatok zenét, vagy megpróbálom a rendszert ábrázolni magamnak. Tehát vannak hatékonyabb módszerek, mint a másik. Tehát egyik módszer lehet hatékonyabb, mint a másik. Nektek amilyen módon csak lehetséges, ez közel kerül a teremtőhöz. Egyet értetek ezzel egyet? A teremtő azt mondja, hogy én a népem között lakozom, az embereim között. Ez azt jelenti, hogy a csoport középpontjában, hogy meg kell tanulnom érezni a csoport középpontját, és nekem a vágyaimban a legelőnyösebb módon kell ezt fölépítenem. A csoport középpontja az azt jelenti, hogy nekem úgy kell megélnem, hogy én kevesebb vagyok, mint bárki más. Én egyszerűen általános lenullázásra vagyok mindenki irányában. Tehát röviden, nekem meg kell valósítanom a paktumot, amit közöttünk, az arvotot. És ha az ember állandóan az érzésben van, nyilvánvalóan akkor ez nem annyira nehéz, mert szokássá fog ez válni, és akkor az ember a csoport középpontjában tud állandóan cselekedni, és ez valóban olyan, mint egy ilyen életbiztosításod lenne, mondja Rav. Asher fog kérdezni, a jogás ember. Mi történt ma? Nem csináltatok gyakorlatokat az óra előtt, nem? De akkor mi a kegyelem, kérdezi Asher, komolyra véve a dolgot? Tehát van a hesed, van a din és a rahamim. A rahamim az a kegyelem. Tehát van a hesed és a rahamim az a bűnbocsánatnak inkább a fordítása most. Tehát ez a középső vonal, az egyensúly. Tehát az ítélet és a kegyelem között. Tehát nem a mindenek feletti kegyelem és megbocsájtás. Éppen nem a mindenek feletti kegyelem, hanem a megbocsájtás ereje mozgatja. Ez a rahamim. Ezt rosszul folytattam az előbb. Tehát kegyelem ez, de a megbocsájtó kegyelem. A másik kegyelem az a kegyelem. Tehát ebben benne kell, hogy legyen az ítélet is. Nyilván itt a megszólítás adja azt az erőt, ami ennek a kettőnek az egyensúlyát alkotja. Menjünk át a leckek következő létére, de előtte, mielőtt elkezdenénk, énekeljünk egy dalt.
יש לנו בניין שיש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם מוצאים בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח תגלה אהבת אחים עונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון כי שם הוא מסתתר אתה לחפוץ תדאג לחברים עשה זאת בשמחה כי רק בין האחים נמצאת אהבה בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח תגלה שאהבת אחים תמונה את הרצון לישון יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות